Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! A választási kampányban minden véleménynek, még a markáns fogalmazásnak is helye van. Lehet vitatkozni, és lehet egyetérteni is. A véleménynyilvánítás szabadságába sok minden belefér. Ugyanakkor nem lehet tolerálni az ellenfél fizikai megsemmisítésére vonatkozó felhívást, az ellenfél életének kioltására irányuló fenyegetést, fogalmazott ma délelőtti sajtótájékoztatóján dr. Áldozó Tamás polgármester, a Fidesz helyi elnöke. Ahogy közeledik április 8-a, úgy uralja el a közösségi médiát a mindenféle gátlás alól kiszabadult őrjöngés, fogalmazott dr. Áldozó Tamás a Fidesz irodán megtartott sajtótájékoztatóján, miközben állítására letöltött és kinyomtatott példákat is mutatott a sajtó képviselőinek. A kötél legyen nekik szoros. Írja Berecki György, Gröber Attila az MSZP helyelnökének a Hódmezővásárhelyi polgármester választás végeredményét ünneplő megosztása alá. Ugyancsak Gröber Attila posztját kommenteli Simon Róbert Bitóra ezt is felhívásával. Van még egy lehetőség. Szépen kivégezni mindet. Vállalom zokszó nélkül. Csak lőszer legyen. Írja Csendes István. Riadalmat keltett a sortüzekkel való fenyegetés, elsősorban az idősebb korúak között, tette hozzá Áldozó Tamás. Sokan ott voltak közülük 2006. október 23-án is Budapesten, amikor már a 21. században is lövettek ránk. Én az akkor 72 éves Enikő nénit vonszoltam végig a Rákóczi úton, a rendőrt erről elmenekítve. Miért kell neki attól rettegnie, hogy ma 80 éves korában meggyőződése miatt akasztással vagy sortüzzel fenyegessék? Az egyébként karakteresen baloldali kommentelők számára nem okoz lelkiismeretfordulást a gyilkolásra való felhívás. A Gröber Attila posztjainál emberülésre felhívó Berecki György és Simon Róbert ma is az MSZP helyi elnökének ismerősei között van. A bejegyzésekre, hozzászólásokra nem érkezett tiltakozás a baloldali szimpatizánsok részéről. Ugyanakkor félelmetes az, hogy fegyverhasználatot tanult, katonaként vagy rendőrként szolgált, esetleg volt munkásőr fenyegetett a közösségi oldalon, mondta Áldozó Tamás. A névjegyek tanúsága szerint a gyilkosságokra kész vagy arra felhívó személyek az MH 47. Pápai, az MH 54. Veszprémi, az MH 86. Szolnoki, vagy az MH 12. Győri alakulatának nyugállományú tagjai, MH Magyar Honvédség. Ugyancsak megdöbbentő, hogy látszólag normális, hétköznapi emberek, gyerekes, unokás profilképekkel pózoló asszonyok rajonganak a beígért kivégzésekért. Amikor a gyilkosságokra való felhívásra buzdító megosztásokkal szembesítettük az elkövetőket, válaszként arrogáns, agresszív mondatokat kaptunk, amik a szólásszabadságra hivatkoztak. Abban a politikai családban és annak a támogatói között, amelynek én is tagja vagyok, nincs helye senkinek, aki emberülésre, gyilkolásra hív fel. És nincsen de, nincsen csak, nincs ugyanakkor, nincs arra hivatkozás, hogy a másik oldalon is nincs. A mi politikai oldalunknak van egy világos alapdokumentuma, amely megelőz minden mást. Ez pedig a Biblia. A Bibliában pedig a 10 parancsolat között határozottan ott szerepel, legalábbis én azt gondolom, abban a kiadásban is, amit a bal oldalon forgatnak, az, hogy ne ölj. A szólásszabadságba sok minden belefér, de biztosan nem tartozik bele a más életének kioltására való felhívás. Aki ezt nem képes tudomásul venni, ki kell tiltani abból a kommunikációs térből, amelynek sokan részesei, mondta dr. Áldozó Tamás. A miniszterelnökség 7 éve szervezi meg az Európai Uniós Fejlesztések Nyílt Napja című programot, melynek célja, hogy felhívják a lakosság figyelmét arra a több ezer beruházásra, mely az elmúlt 14 évben uniós források felhasználásával valósult meg. A tematikus programok sorában idén az egészségturizmus és a gyógyfürdők kerültek terítékre, minden fejlesztési régióban egy-egy helyszín kiválasztásával. A Közép-Dunántúl területéről a Várkertfürdőt választották a szervezők. Pénteken egész napos szórakoztató program várta a vendégeket, a sajtó számára pedig előadásokon mutatták be a fejlesztéseket.
A gyógyászati központ épületében tartott sajtótájékoztatón dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, megyei fejlesztési biztos, a jelenlegi Európai Uniós ciklus Veszprém megyei pályázatait összegezte. Elmondta, a 7 operatív programra 2230 pályázat érkezett, ebből 1057 pályázat nyert, a megítélt támogatási összeg pedig meghaladja a 236 milliárd forintot. Dr. Áldozó Tamás polgármester azokat a topos fejlesztéseket összegezte, melyek a Várkertfürdő kerítésén kívül, de a létesítmény környezetében valósulnak meg. A Zöldváros két győztes pályázat, illetve a barnamezős beruházásunk az teljes egészében a fürdő környezetében valósul meg, de a közlekedésfejlesztési pályázatainak csak egyes elemei, például a Várkert úti körforgalom, vagy a Majda Péter lakótelepi kerékpárút, illetve a Téglagyári úti kerékpárút. A polgármester beszélt a Bakonyerdő ZRT külső várkerti projektjéről és az állam honvédelmi sport létesítményéről is. Legalább 4 milliárd forint elköltése vár ránk a következő két évben. És ezt a 4 milliárd forintot úgy kell érteni, hogy azért az elmúlt években is költöttünk erre a környékre is, vagy akár az elmúlt évben, hisz például a Vasaspálya városi tulajdonba való vétele az 460 millió forint volt, de a Várkert út újjáépítése is ezt a környéket is erősítette, gazdagította. Nagy Zsolt vezérigazgató a 2011-es 1 milliárd forintot meghaladó Európai Uniós fürdőfejlesztés részleteire emlékeztetett. Az új strandmedencékre, a csúszdatoronyra és a gyógyászati központra. Elsődleges cél volt a fürdőnek, hogy kiemelt szerepet országos szintű és minőségű fürdővé tudjunk válni. Én azt gondolom, hogy ezt most 7 év lett táblatában elmondhatom, hogy ez sikerült és megvalósult. A vendégek számára szervezett játékos programok az Európai Unió történetét ismertették meg az érdeklődőkkel, és sok logikai, stratégiai, ügyességi feladatot kínáltak. Ó, egy nagyon régi klasszikus török játék. Kifognak egy szép halat, aranyhalat nem hoztunk ide, mert megfőne itt. Az aranyhalból meg nagyon rossz leves készül. Miután kifogták a halakat, van rajta egy szép szám. A szép számhoz tartozik egy szép kérdés. Én fordítottam szép török nyelvről, nehéz magyarra. Ha sikerül nekik, akkor kapnak egy pecsétet, mennek további barátaimhoz. A Várkertfürdő vendégei közül sokan bekapcsolódtak a változatos programokba, ezzel téve még szórakoztatóbbá a kikapcsolódás óráit. 40 elöregedett, a villanyvezetékek veszélyeztetése miatt súlyosan deformált ranyesett fákat vág ki a hét második felétől a Városgondnokság Borsos-Győrön. A kivágásról múlt év szeptemberében döntött a részönkormányzat a lakossági kéréseknek eleget téve. A szükséges engedélyek megérkeztek, így a fák eltávolítása megkezdődhet, és még az új csemeték telepítése is megtörténik tavasszal. A közműszolgáltató által formátlanra csúfított, betegségektől szenvedő, előregedett fák szegélyezik Borsos-Győr fő utcáját. Ezek helyett lesznek újak a közeljövőben. Ezeknek a fáknak az egy-egy oldala úgy van megnyírva, megvágva, hogy egyrészt a leendő betegség adott, ezeket utána nem kezelik le megfelelően, és a vágás helyszínén keletkezhetnek olyan, most nevezzük sebek, vagy olyan sérülések, amelyek utána a fák betegségét eredményezik. Másrészt pedig, ahogy mondtam, az esztétika sajnos az itt sem érvényesül. Az előregedett túlnőtt fák kivágását az itt élők is kérték, hiszen az elszáradt ágak veszélyeztetik az épületeket, közlekedőket. A lakosságnak volt ez kérése többek között a miénk, és tavaly szeptemberben a Régszamárgyűlésen született egy döntés, hogy kérjük akkor ezen fáknak a kivágását, meg ezeknek a portlását. Tehát tudomásul kell venni, ezek a fák most már 60 évesek, és függetlenül, hogy még hogy 60 éves, de nagyon vannak szabdosva az édász által, plusz már volt olyan a fentebb ott a Vargagyú székházára, ketté repettek a fák, hogy itt sok kettő ágazó van, házsarkát levágták, tehát már valahol baleset veszélyesek is. A fák kivágását a Városgondnokság végzi, a tervek szerint a hét második felétől. Bakó István igazgató elmondta, a múlt év szeptemberi döntést követően kezdték meg az engedélyek beszerzését, amik mostanra már a birtokukban vannak. 40 fáról van szó, javarésze azon az oldalon, ahol most állunk, az első háztól az emlékművig, illetve a másik oldalon pedig, ha jól tudom, 6 fa kivágására van engedélyünk, összesen 40 fa lesz most kivágva, és
tuskófúrással, tereprendezéssel próbáljuk meg teljes körűen elvégezni a munkát, és akkor 40 fa ültetése pedig számításaink szerint még április hónapban meg fog történni. Néhány fát már a héten kivágnak, az áramszolgáltató pedig 27-ére biztosít áramszünetet, hogy a vezetékeket veszélyeztető fákat is ki tudják vágni. Az új növények kiválasztásánál elsődleges szempont, hogy tájba illőek legyenek, és ne nőjenek fel a vezetékekig, tudtuk meg a helyszínen. Szent József az Anya Szentegyház pártfogója, a férfiak a családfők védőszentje, de őt tekinthetjük az első magzatvédőnek is, fogalmazott Salgó Ferenc kanonok plébános. A Szent József templom búcsúján lelki adoptációt tartottak, mellyel a megfogant, de veszélyben lévő magzatok életéért folytatott, Lengyelországból indult mozgalom küzdelméhez csatlakoztak. Szent József személyét sokáig a háttérbe szorította a szűzanya alakja, akinek a tisztelete ma is a legkiemelkedőbb az egyház életében. Szent 23. János pápa volt az, aki felfedezte Szent József Istentől kapott hivatását, és rögtön a szűzanya mögé, az apostolok elé helyezte a kánonban. Szent József egyrészt az a férfi, aki mindig Istenre figyel, és igaz ember, úgy mondja a Szentírás, hogy igaz ember volt, aki az Isten akaratához igazította az életét. És nem sokat ír róla a Szentírás, de mindig kapcsolatban van, hogy fölismeri az Isten akaratát, és azt készségesen megteszi. És ezzel szolgálja az ő közvetlen környezetét, családjavát, sőt, mindnyájunk javát, hiszen az üdvösség tervében, az üdvözítő befogadásában, fölnevelésében, az ő mindennapi életében tevékeny részt vállalt, és ezzel mindnyájunk számára az Isten nagy ajándékát, az Úr Jézus Krisztust segítette. A Szent József kápolnát az ő tiszteletére szentelték fel, a vasárnapi búcsúi szentmisét Salgó Ferenc kanonok plébános celebrálta. A mise keretében lelki adoptációt is tartottak, amely során aki vállalja, 9 hónapra lélekben örökbe fogad egy veszélyben lévő magzatot. Lengyelországból indult ez a kezdeményezés, hogy a megfogant életek hát ilyen nagy veszélyben vannak, akkor még Lengyelországban is mintegy 200 ezer abortusz volt évente, és 100 ezeret meghaladó Magyarországon is a 70-es években. És akkor indult egy ilyen mozgalom, hogy mi küzdjünk a megfogant, de veszélyben lévő magzatok életéért. A lelki adoptáció során 9 hónapon át megy egy magzat fejlődésének az időszaka. Minden nap 1/10 rózsafüzért és egy felajánló imát imádkoznak a megfogant, de veszélyben lévő magzatok életéért a résztvevők. A nagybőjt idején a keresztút arra emlékeztet bennünket, hogy az Úr Jézus eljött közénk, emberré lett, hogy mindnyájunkat felemeljen, mondta el Salgó Ferenc kanonok plébános a Hódoska Majorban tartott keresztúti imádságon. A résztvevők az imádságot követően adományokat is osztottak a családoknak. 2013. október 13-án áldották meg a Hódoska Majorban álló keresztet, mely az odafigyelés jelképe az ott élő emberekre. Az elmúlt 5 évben ruhákkal, bútorokkal, tűzifával is tudták segíteni a rászorulókat, de ennek ellenére a Hódoska Major egy nehezen élhető terület, mondta el Salgó Ferenc kanonok plébános a szombati keresztút imádságon. A végső célunk az ebben a figyelem fölhívásban, hogy segítsük abban az itt élőket, hogy bejussanak a városba. Olyan körülmények közé kerüljenek, ahol azért nagyobb lehetőségük van felemelkedni, és ebben szeretném, hogyha segítenénk sokan, akik tehetik, ahogyan tehetik. Az 5 évvel korábbi helyzethez képest kevesebben, már csak 6 család él a majorban. Vannak, akik rendszeresen dolgoznak, de még további segítségre lenne szükségük a felemelkedéshez. A keresztúti imádság is egy figyelemfelhívás a segítségre. Az Úr Jézus felemelkedett, és minket is fel akar emelni ebből az elesettségből. Fölemelt lélekben, hogy az üdvösség útjára vezetett, de arra tanít, hogy mi is merjünk testvérként sorsközösséget vállalni a nálunk nehezebb helyzetben lévőkkel, úgyhogy segítjük őket emelkedni, hogy ők is akarjanak, de mi is adjuk meg hozzá a lehetőséget, a segítséget, hogy méltó módon, emberi módon, igazi és Istenem gyermeki életnek a teljességére is jussanak. Az imádság során a keresztút 14 stációját vették végig, az énekeket Ferenci Áron kísérte trombitán. Az imádságot követően a résztvevők adományokat, tartós élelmiszereket osztottak szét a Hódoska Major lakói közt. Holnap már nem számíthatunk területünkön havazásra, jöjjön az időjárás jelentés.
Szedden csak délen és keleten alakulhat még ki kisebb havazás, hószálingózás, máshol felszakadozik a felhőzet. A megélénkülő nyugati, északnyugati szelet északon erős lökések kísérhetik, hófúvás is előfordulhat. Fagyos hajnalt követően 0-5 fokos maximumokat mérhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!